2012. szeptember 21-től megszűnt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. A döntés a levéltárakat és a múzeumokat, továbbá a régészeti feltárásokat is érinti. A változásokról tegnap Gyimesi Endre kormánybiztos tartott előadást a Göcsei Múzeumban, ahol kiderült, a szakma több képviselője nem ért egyet a január 1-től érvényes előírásokkal. A tavalyi kormányrendelet egyik lényeges eleme, hogy az építészeti és régészeti engedélyezéssel kapcsolatos jogkörök, melyek eddig a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál voltak, első fokon a járási, másodfokon pedig a megyei kormányhivatalokba kerültek. Gyimesi Endre kormánybiztos szerint ez nem jelenti azt, hogy az intézményesített örökségvédelem veszélybe került. Ezzel az állítással azonban az örökségvédelmi szakma több képviselője nem ért egyet. Közéjük tartoznak a régészek. A régész szakma ezt az egész nagy átalakítást nem értékelte pozitívan, és itt most elmondhatom ebben az értelemben az általam ismert Magyar Régész Szövetségnek is a véleményét, illetve a vidéki múzeumok szervezetét és számos kollégának a véleményét, hiszen végső soron az örökségvédelmet átalakító rendelkezések, amennyiben ezek igazak, valamilyen mértékben a régészet ellen irányultak, mégpedig igazából azt hallani, hogy a kiváltók a Mercedes gyárnál előjövő nagyon nagy összegű régészeti feltárási költség volt. Gyimesi Endre előadásában azt hangsúlyozta, hogy például a régészeti ásatásokhoz kinevezett kormánybiztos feladata alapvetően a zökkenőmentesség, azaz a mielőbbi zöld út biztosítása egy-egy nagy beruházás elkezdéséhez. Biztosítania kell egy országnak azt is, hogy olyan kiemelt nagy beruházások vannak, mint például a déli áramlat vagy a Mercedes gyár, akkor egy összevont együttes munkával, szakemberek közreműködésével, sőt vezetésével kell a régészeti feltárásokat időben megcsinálni, nehogy aztán a uniós pénzek elvesszenek. Gyimesi Endre nem vitatja a kormányhatározat, valamint a régészek, illetve a környezet védők közötti érdekellentétek meglétét, ám abban bízik, hogy az idő a döntés helyességét bizonyítja majd.